2010. március 18-án Hajdú Szabolcs legújabb filmjét pécsi közönség találkozóján mutatták be itt az Apollo Art moziban. Hogy tetszik Pécs? Voltál már valaha? Én minden filmmel eljövök ide, egyik kedvenc városom. Te várakozásainak megfelelően fogadta a közönség a filmedet? Ez úgy van, hogy az ember mindig sokkal-sokkal-sokkal többre számít egyszerre, és sokkal-sokkal-sokkal rosszabbra, mint ami végül bekövetkezik. Tehát én a filmszemre bemutató előtt, ez egy hónappal ezelőtt volt, el tudtam volna képzelni azt is, hogy ez a film tökéletes elutasításba ütközik. A lehető legnagyobb mértékű megaláztatásban lesz részünk. Nekem is, a feleségemnek is, aki a főszereplőjének a filmnek, az összes többi stábtagnak is, és mindenkinek, akit én ebbe a kalandba belerángattam. És a bátor kritikák azok nem veszik el a kedvedet néha, hogy nem azt szeretném folytatni? Hát, hogy ne mennék el. Tehát... Éppen ezért nem is olvasok a film bemutatója környékén semmiféle kritikát, se jót, se rosszat. Tehát azokat az észrevételeket, kritikákat, megjegyzéseket, gondolatokat próbálom beépíteni, amit a munkatársaimtól, vagy közeli barátaimtól hallok. A legtöbb dologgal még így is azt hiszem, hogy tisztában vagyok, a filmeim legkeményebb és legkönnyörtelenebb kritikusa, az én magam vagyok. És a legújabb filmedet, a forgatókönyvét mi ihlette? 10 évvel ezelőtt írtam egy novellát, egy 20 oldalas novellát, egy erdélyi lány elmesélése alapján. Találkoztam a Sepsiszentgyörgyi Színház büféjében egy lányjal, aki akkor tért vissza Nyugat-Európából, ahol prostituáltként dolgozott, belekeveredett mindenféle sötét ügyekbe, és erről beszélt azon az estén. Én ezt vagy azon az estén már, vagy a következő napokban leírtam, kicsit átalakítva, kiszínezve, ki tudja, mit lehet vele majd kezdeni, gondoltam én akkor, és ez szépen bekerült valami fiókba először, aztán a különböző laptopok és komputerek mappáiban egyik helyről a másikra mentegetve élte az életét. Ez a történet, és 3 évvel ezelőtt a Tar Béla felhívott, hogy nincs-e valami ötletem. Forgatás alatt volt-e valami kedvenc pillanatod? Például itt a mögöttünk látszik ez a plakát, a latex ruhás főszereplő, aki egyébként a feleségem. Most ez a latex ruha egy rettenetes viselet. Hogyha mínusz 10 fok van, vagy mit tudom, mínusz 2 fok van, akkor ebben a ruhában mínusz 10-et érzel. Hogyha plusz 20 fok van, akkor ebben plusz 40-et érzel. Tehát ez egy olyan viselet. És ahhoz, hogy ez ilyen fényes legyen, folyamatosan szilikonnal kell befújkálni. Ez egy latex gumi ruha. És amikor ezt a jelentet fölvettük, akkor ugye folyamatosan fújkáltuk az embereket, és eleve egy gumifalú szobában mentünk, és a szilikon az rettenetesen csúszik. És ez egy bizarr, kemény, szinte horror misztikus jelenet a filmben. És amikor megjelentek a szereplőink a befújt latexben, össze-vissza csúszkált. Egyszerűen nem tudtuk megállítani őket, az nagyon vicces volt, mulatságos. Egyszerűen jöttek be a rémek, akiktől egyébként a filmben valószínűleg borzong a néző. A helyszínen egyszerűen nem tudtak megállni a lábukon, és segre ültek. Tehát
11 ember a három szereplős jelenetet végül 11 emberrel csináltuk meg. És köszönöttem, te végemben sportoltál. Igen, futok, úszok, ha lehet, tehát hogyha van rá idő valóban. Tehát megragadom az alkalmat arra, hogy sportoljak, vagy túrázok hosszú távokat, vagy bicikli, squash, tehát mindenféle ilyen dolgot csinálok. Van-e valamilyen dédelgetett álmod, amit meg szeretnél valósítani? Hát nekem egyetlen egy álmom van, hogy azokkal az emberekkel dolgozhassak, akiket ezek alatt az évek alatt hosszú munkával és sok keresgélés után megtaláltam.